Na szevasztok srácok, és üdv mindenkinek a következő videónkba, ami nem más, mint az AI Limit, ami egyébként egy ilyen Souls game. Megmondom őszintén, nekem az ilyen Blood Vein és hasonló játék jut eszembe, de meglátjuk, hogy pontosan mit tud ez a játék. Néztem róla egy kis videót, aztán gondoltam, nincsen sokszor az a game, amit így szoktam játszani. Relatíve. De ennek gondoltam, hogy adni kellene egy esélyt. Legalábbis bemutató szintjén. Na. Where is this? Hol van ez? Ával futunk. Fegyverünk még nincs. Az észak-nyugati csatornában vagyunk. Én nem tudom, hogy miért olyan a kezünk, de majd mindjárt kiderül. Szóval, ezt felvesszük. Rusty Longsword. Base attack. Special attack. Aha. Jó. Gondolom a fókusz az... Azt mondja, since rate represent the quantity mud energy available you. Tehát ez jó formán ilyen stamina. Kategorizáid input multiple levels, tehát több része van ez felosztva. Igen. Hogyha kifogy ez az energia, akkor kevesebbet sebzünk. Ez az egyes szinten van ez a sima támadás. És hogy minél több energiánk van, úgy többet tudunk sebezni. Igen. Igen, hogy az ütések azok vissza tudják tölteni, viszont ha lecsökken, vagy ha megütnek, akkor csökken. És hogyha nullára érkezik, akkor egy ilyen legyengült státuszba kerülünk. Aha. Spell frame. Jó, hát akkor nézzük. Aha. Jó, át lehetett ütni, oké. Ezt reméltem. Na tehát igen, akkor ütések után viszont tudjuk magunkat így busztolni. Aha. Sárgolyó. Aha, ezt érdemes. Jó, most felhasználtuk, nem akartam. De akkor automatikusan ezt most betette. Jó. Jó. Ilyen lecsúszás ugyanúgy. Nem tudom, hogy vele kellene... Aha, és van ilyen kristály, ami ezt a... úgymond stamina dolgot. Inventory. Pure crystal. Broken branch. Ez jó formán egy ilyen talizmán jellegű, ami vissza-vissza az első ilyen checkpointhoz, ami ezek szerint ilyen branch, vagy hasonló a neve. Lesz felszerelés, spell, meg másodlagos fegyver. Jó. Jó, akkor B-vel dodzsolunk. Au!
Erre így hirtelen nem számítottam. Hogy ekkorát ide ver nekünk. Hát ez nem a legszebb módja a harcnak, de hát... Gyere már közelebb. De hát na, hogyha így is lehet, hogy nem fér ki, én meg ezt kihasználom. Nyugi, nem minden harc lesz ilyen. Csak ezzel ellen nem tudom, hogy hogyan tudnék jól harcolni. Meg rohadt erősnek tűnik, úgyhogy lehet, hogy nem is kellene még megpróbálnom megküzdeni vele. Érdekes, hogy így stamina nincsen, csak ilyen energia vagy. Nem tudom, minek nevezzem. Ó, kaptunk viszont craft anyagot, mivel tudjuk majd erősíteni a fegyverünket. Azt mondja, hogy... Ja. Hát az életünk az elég kevés. De majd valahogy megoldjuk. Igen, most mutatná be, hogy a dodge meg a rollt az... Ja. Ezt összeszedtük. Ez a baj, hogy hírünk az viszont elég kevés van. Azt mondja, hogy weapon skill. Upon acquired new weapon, you learn it skills. Right button and left button. És ez használ fel ilyen mad energy-t. Igen. És hogyha 20% alá megy, akkor ezt nem tudjuk tovább használni. Ó. Oh. Oké. Azt hittem, hogy ez bait lesz, hogy ezzel elkezdek harcolni, és egy másik meg fog támadni. De akkor nem. Jó, kaptunk vissza ilyen sárgolyót. Mert elég furcsa, de... Ja. Hát a harc az nem tűnik annyira... erősnek, azért kiszámítható egy-kettő ütés, de... ez még úgyis csak az elején tutorgál. Így is valószínűleg meg fogok... Aha, ezt el lehet... adni. Product. Ó, hogy ez egyik, az dobál is. Jó, ezt most kaptuk. Jó, egyet hiányunk. Jó. Töltődjünk kicsit az élet, jó? Hát... így azért más. Ezzel az ütéssel. Ezzel a fajta ütéssel. Walk slowly and fatal strike. Tehát van egy ilyen fatal strike, hogyha nem vesz észre és mögé kerülünk.
Még lehet, hogy pont tőlem nem látjátok a dolgokat, és én ezt így feljebb rakom. Tehát, hogy alattam van egyébként, hogy milyen tárgyakat tudok használni. Erre nem figyeltem, úgyhogy szóval ide. Nyugi, most már látjátok ti is. Mini bomb! Na várjál. Tegyük csak be. Nem tudom, hogy mennyire erős, de... Azért egy mini bomb az egy mini bomb. Dobja még egyet? Csöves. Jó. Jó, 100%. Jó. Jó. Oké. Csak azt érzem, hogy nem beugrik-e valami a nyakamba, mert az eléggé kellemetlen lenne. Ezeket gyorsan elintézzük. Ezek nem tudom, hogy mit tudnának, de annyira nem is érdekel. Kő. Csodás. Betesszük azért ezt is, ne? Igen. Boss terület, na. Jó, te csöves. Áú! Meg tudod lőni. Ez nem jó. Robban is nagyon jó. Azt mondja, a spell refers techniques. Aha, tehát vannak ilyen spellek, amik ilyen technikai cuccok. Energy matter various effect. Aha, tudunk használni úgymond spelleket, és ez is ugyebár ebbe az energiába kerül. És hogyha 20% alá megy, ezt se tudjuk használni, minden ezen az energián megy. Tehát, button. Aha. Tehát most se tudjuk használni ezt a fegyvert, ami... Oké. Amit ez a robot is használt. Nem, velük nem tudunk beszélni, jó. Ó, ő viszont... Vele igen. Lord Asteria. Aha. Nascent Blader. Blader? Yes. Thank you for helping us deal with the void. The void? You're here looking for branches, right? Then go, her lordship is pleased. Her lordship. Branch weaver. Oké. Nem tudom pontosan, hogy mi lesz a branch, de majd kiderül, gondolom. Arra kell menni, de... Igen. Ezek a tiszta kristályok szerintem többet töltenek. Így energia szempontból. Na nézzük. Jó, ez akkor gondolom... Igen. Seeker of the branch, ez nem tudom. Branch az ilyen faág, vagy hajtás. Elvileg.
I'm Asteria. Asteria, róla beszéltek. I've been waiting for you. It's a pleasure to know that you've arrived safely. What's this place? An ancient underground drainage tunnel. Deep underground in the south region of Heavenswell. Heavenswell. Is this a branch? As you see, this branch has been damaged since long ago. Please use your power as a blader to restore it. Blader. Vissza kell állítanunk. Ah, és ott van pont, ahogy láttam, hogy mennyit gyűjtöttünk eddig össze. Gondolom az ilyen fejlesztéshez kell majd. De miért ilyen a kezünk, vagy így? De én megkiterül. Vízzel elkerültünk, nem tudom mi az. Rád Tamás. Na de ez... Azt mondja, hogy you discovered and repaired branches scattered through world. Egész világban megtalálhatóak ezek. A pihensz akkor visszatölti ugyebár az életerőnket, illetve az energiánkat. Life Dew azt gondolom az ilyen életerőt adó, tényleges gyógyítás. De visszajönnek az ellenfelek, hogyha így resztelünk. Can teleport between restored branches. Igen, tudunk teleportálni, és itt tudjuk fejleszteni a képességeinket, fegyverünket, és egyéb dolgokat. Most nézzük már meg, hogy upgrade. Erőnket tudjuk növelni, vagy az életerőnket. 2 és így. Életerő, ez a stabilitás, és igen, ez ugyebár az ereje a fegyverünknek, technika az, nem tudom mi, spirit az a spell power, a technikát is fejleszteni kell, hogy igen. This way, the branch is functional, please. This life do will mend your body. It will be replenished once connected to the branch. Please, what happened? When I touched the branch, in the vision, I was in the water, and there perhaps it is the memory. My lock keeps seeking branches. Seeking branches. Leave this area truly for this purpose. Én nem akarok senkit sem bántani. De hogy ez a... És ezeket... Akkor én most keressem? És így... Nem, csak elküldött, hogy... Mindegy. Extra ability point. Ahogy pluszokat adnak ezekre a... statisztikákra. Bladers Great Sword, Bladers Sword, ez a dupla pengés, és a Blader Long Sword. Hát, elég szerintem nekünk a Long Sword, ne egy rozsdás fegyvere. The only salvation for this broken world. Igen, a szokásos, hogy a világot mi menthetjük meg tipikusan. Jó, mondjuk elég bátran bejöttem ide.
Nem tudom, hogy tudunk-e ugrani. Ez majd kiderül. Hello. Stay away from the mud. Lift. Na, azért így más a sebzésünk. Kurva! Jó, hogy neki fegyvere is van. Gyere, öcsi! Áú! Nagy szavak. Meg is tudod ütni. Use a weapon with firepower a certain duration. Ó, tehát tudjuk fúzolni ilyen. Na, az mondjuk elég jó. Uááá! Bazd meg! Oké, semmi gond. Semmi gond. Na. Van kettő ilyen sárgolyunk. Ez megint egy boss hely. Nem olyan vagy nem. Valahogy látom, nem. Várjál. Ja, ez az ugrás, ne idegesítsél fel. Megpróbáljuk, de ez... te. De hogy jöttél annyira úgy előre? Hát hülye vagy. Nagyon szép technika. Ja, ez csak egy ilyen köztes rész. Forge steel blade. Na várjál. Ja, nincs meg hozzá a technikánk, hogy tudjuk használni. És oda hogyan? Ugyanúgy. De ez az ugrás, ez annyira... Ez nem tudom mi. Jó. Irontottuk el, de... Úristen. Hát ez nem is ugrás, hát ez mi? Ez a... Futunk... De miről beszélünk, játék? Így ilyen... mindegy. Oké. Nos, meghaltunk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy... mit szedünk majd vissza. Az a baj, hogy ez a robot Robi az visszajött. Az első körbe könnyen legyőztük, a másodikba viszont majd lehet, hogy meg fog minket szivatni. Ez a bajom ezzel. Tehát itt tök jó, hogy most elő... Nem tudom. Ez az ugrás, ez egy ilyen hülyeség, ami ebbe a játékban van viszont. Áú! Most meg tudott ütni is.
Ez a bunkó. Fú, amúgy nem... Nem mindegy. Nem! Azért most komolyan, ez mi ez az ugrás? Aha. Az valami gyors cucc lesz. Egy gyorsabb változata. Ennek is fegyvere van. No! Hát elveszettük azt, ami volt. Nem számítottam arra, hogy lesz ott egy ilyen fegyveres. Úgyhogy amit elkezdek ütni, az fegyveres. És rosszat nyomtam természetesen a dodzsolás helyett. Nem a B-t nyomtam, hanem az A-t, és így nem tudtam kijönni. Na. Tehát valószínűleg itt nem szerzel vissza semmit. Csak így elveszted, aztán... Vagy hű, hogy ennyi. Jó. Mindig elfelejtem, hogy ő itt van. Na. Uá, most ő itt van, de jó vagy. Baszki. Mondom, hogy ő ilyen gyors. Amúgy ez az ütés, ez így nem volt rossz. Jó. Erre kellene menni. Ez felfelé vezet, de ott láttam egy ajtót. Nem tudom. Nem ez a... Fú. Na hát, ha ezen változtatnak, akkor jó lesz, de ez a zugrás, ez hódgagyi. De mi? De... Ne már! Na jó, ezt utálom. Ezt utálom. Ez totálisan nem volt fair. Konkrétan beszorított. Hú, te csöves. Ja, beszélni? Szerintem nem lehet innen megszökni. Várjál. Próbáljuk meg jól csinálni. Yes! Ezt mondjuk valamit csinálhatnának majd a teljes játékban, hogy így ne... Így nyomorékoskodva. Az mi a...
Au! Öcsém. Akarom, hogy valamilyen nyakamból borjon. Van egy ilyen. Aha, van egy másik is. Tudtam. Tudtam, hogy meg fogsz tudni ütni. Original product may raise the interest to merchants. Aha, ezt el lehet adni. Lehet, hogy egy ilyen kristályt most felhasználunk. Ezt a mini bombot akarom kipróbálni. Az nem igazán tetszik. Aha, ő mozgást lát, akkor elkezd lövöldözni. Tehát ezzel meg kell próbálnunk kitérni. Az a baj, hogy én greedy vagyok. És itt van loot. El tudod találni? Ne legyünk greedy-k. Nem kellett volna greedy-nek lennünk. Mentenünk kellett volna. Igazából ahhoz, akihez átugrottunk, azt nem is kellene foglalkozni. Mert ott már nincsen semmilyen cucc, amit összeszedhetnénk. Úgyhogy most lehet, hogy végig futok ezen a részen, egészen idáig. És meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. De nem kellett volna azt bejátszani, hogy ó, hát befutok, aztán majd kijövök. Nem, hanem szépen így végig. És ezeket itt hagyjuk. Ez megint egy év lenne, mire. Hát ja, kivéve ezt a kicsit, ezt muszáj lesz valahogy eliminálni. Gyorsba. Kellett volna, hogy nem bel meg, de mindegy, vagy legalábbis sem tud megütni. Itt lesz ez a csöves bánat. Au! Ne szoríts be! Ne szoríts be! Jó. Jó. Vagy ha jössz ki, akkor majd... Ez mennyire durva, nem? Aha, itt az előttem lévőt azt szar előtte. Azt is szétlőhetné, ami ott van. Helyes. De basszus!
legutóbb elsőért. Jó, ezt is felhasználni. Persze rám fókuszálja, nem baj, hogy előttem mászkálnak ott még. Ezek a lábatlanok, de... Jó, itt a branch. Ez kell nekünk. Branch fixed. Biztos, hogy hozzá be kell majd menni. De megnézzük, hogy mi van. Ó! Oh. Én megyek ilyen óvatosban, mert tényleg nem akarom, hogy valami a nyakomba. Ez egy emlék. Must seize the moment. Release the force field to counter. Too hard for me. Gotta get out of here quickly. Counterfield. Counterfield basic attack ability accessible through spells in your left arm. Ez jó formán ilyen perinek számít. És hogyha sikeres, akkor tudok ilyen Fatal Strike-ot. Aha. Counterfield. Nézzük meg, hogy ezt az ajtót ki tudjuk nyitni. Must be opened from the other side. Must be opened from the other side. Bocsánat. Szóval... reszteljünk. És... Ugye már ehhez technik kellene. Azt mondja, hogy C és D-re. Ilyen három kell, hogy tudjuk fejleszteni. Upgrade. Technik. És ezt fejlesszük. És elvileg tudjuk használni a nagy kardot is. Ezt. Majd kiderül. Onslaught slash. Most úgyis a játék azt akarná megtanítani, hogy hogyan perizzünk. Hát nem így. Aha. Hát na, azért egy ütés még így is bekaptunk. Ezzel, de most nem akarom. Jó. Azért reakciószerűen csak benyomtam. Perizni akarok, de... Ja. Kicsit előbb kell benyomni ezt a fieldet, és utána csinálja meg a többi részt. Jó. Jó. Fú, ezt direkt úgy csinálták meg szerintem, hogy le tudjon lökni innen a fenébe. Én biztos vagyok benne. Yes! Yes, man! Ne!
Persze, dobáljatok még. Nem, meg fognak ölni. Bassz meg. No, 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 no. Szemét. Au. Nincs hírünk. Ez alapvetően gond. Meg tudtuk volna ölni Fatal Strike-kal, de mindegy. Electrify. Ezt most nem mondod komolyan. Uff. Uff. Oda basszott neki rendesen. Surprise, motherfucker! Tudtam, hogy meg fog ölni. Mindegy, nem is volt hírünk, ez a baj. Erre nem tudtunk menni. Igen, itt tanultuk meg a perizést. Azt hittem, hogy meghaltál. Takarodj innen. Jó. Nem amelyiknek a nagy csövő van, az veszélyes. Jó. Most elég jól csináltuk. Perizést. Kés. Kés, kés. Ez annyira buzi dolog különben. Gyere át, haver. Mondjuk a hídon még szarabb küzdeni, de nem tudok mit csinálni. Gyere, haver. Gyere. Gyere. Ne visszafelé, hanem ide gyere. Hát öcsém, én beszarok rajta, komolyan mondom. Elnézést. De fú. És így is meg tudod dobni. Van ilyen? De... ez mi? Fene. Oké. Droid még nem jön? Vagy az most várja, hogy megjelenjek, és akkor utána kezdve itt basírozni. Ez mi? Menj már a
az anyádba. Ez most egyébként világi geci dolog. De konkrétan... Jó, most meg fogunk halni, amit ne foglalkozzatok volna. Ez patkány dolog volt a játéktól. Ez nagyon olcsó volt. Ja, akkor én átlátok itt a dobozokon. Akkor jó van. Akkor ott rohadjál meg, ahol vagy. Te szánalom doboz. Hülye konzervfejű. Hát ez óriási. Még jó, hogy bejött a Perry. Ebben szarabból is járhattunk volna. Jó. Massive thing actually climbing up. Worrying Mr. Baloo stuck up there. And I wonder how long... Must be... Aha. Ja, hogy te is itt vagy. Takarodj innen. Rossz hír az, hogy jóformán életünk az nincs. És nem hiszem, hogy nagyon lenne lehetőség. Bármi olyat összeszedni jelenleg, ami... segíthetne nekünk. Ebből szerintem most nincsen olyan. Úristen, na az már más. Aha, vannak ilyen kis robik. Ilyen láb nélküli. Pure Crystal. Igen, egy Pure Crystal-t, ezt sikerült felhasználnom most. Check. Ja, ezt lehetett kinyitni. Ez egy ilyen shortcut. Lényegében. Veled beszéltem? Baloo family, white and deceased, mute, tiny bones. Hoppá. Ez micsoda. Persze, egy sötét hely. Antidote. Van egy. De egy másik. Jó, akkor... Oké. Okay. Érkeznek a... Persze! Jó. Oké, srácok. Jó. Igen. Jó. Jó. Fuck. Na mindegy, csak bele akartam még ebben nézni. Igazából
a játék az érdekes lesz, mondom őszintén. Én a Bloodwayne meg ezekkel nem nagyon játszottam, úgyhogy mondom, így érdekes volt ezt játszani. Később nem tudom, hogy fogunk-e vele foglalkozni, de így egész jól belemerültem szerintem a dolgokba, hogy mi, hogy működik. Később gondolom úgy is lesznek majd újabb dolgok. Úgyhogy, ja, ennyi lett volna ez a demo. Remélem, hogy tetszett nektek. És érkezem a következő demókkal. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó. Ha így volt, akkor lájkoljátok. Nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok!